rasszista vagyok! Én egy igazi rasszista vagyok! Hiába tanultam, hiába küzdöttem! Hiába tanultam, hiába küzdöttem! Ha már annyira röghöz akarnának kötni, vagy akarnak kötni, akkor legalább biztosítsák azt, hogy munkahelyet is fogok találni, miután befejeztem az egyetemet. Két éve már eldöntöttem, hogy történelmi és magyar fakultációra járok, meg tudom próbálni, aztán lesz, ami lesz. Egy doktorandusz hallgató vagyok, és nem jutottam volna el idáig, hogyha nem kaptam volna támogatást az államtól. Úgy gondolom, hogy hozzá fogok járulni a magyar kultúrához a doktori disszertációval, amit becsületesen fogok megírni. Az latolgatja, hogy Ausztriában fog tanulni. Ez ugye nekünk azt jelenti, hogy akkor talán havonta vagy két havonta. Igazából azzal nem értek egyet, hogy ilyen hirtelen hoztak ilyen döntéseket. Hát azt szeretném, hogyha elhalasztanák ezt az egészet. El vagyok keseredve, és rosszul érzem magam, és bizonytalan vagyok a szocmunkára, vagy szociológiára. Hoffmann Rózsa azt mondta, hogy nem a szociológusoktól lesz jobb az ország. Ehhez mit szól? Hoffmann Rózsa bekaphatja. Ezt üzened? Igen. Hát valószínűleg fizetünk, nem tudunk csinálni. Diákhitelt felvesztek, vagy a család állja? Első fél év diákhitel van, és utána meglátjuk, hogyan fog sikerül tovább. A Műszaki Egyetemre nem járhatnék, hogyha most lennék fiatal. Gyertek velünk! Gyertek velünk! Gyertek velünk! Gyertek velünk! Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy beszélgessük a felsőoktatási törvényről, de ezt csak úgy tudjuk elképzelni, hogyha felfüggesztik a törvényt, és összehívnak egy olyan társadalmi felsőoktatási fórumot, ami részt vehetnek az érintettek képviselői és a szakmai szervezetek is, és ez egy nyilvános fórum lesz. Úgy érzem, megfosztottak minden lehetőségtől, amiért eddig azt hittem, hogy érdemes harcolni. És úgy érezzük! Nem értem, hogy a kormány miért a mi tanítatásunkon akar spórolni, amikor mi vagyunk az ország fejlődésének a kulcsa. Magyarországon maradni, itt tanulni és dolgozni, de ezt ne büntetéssel és zsarolással érjék el. Ne döntsék el helyettünk, hogy hova menjünk és milyen hivatást választunk teljes életünkre. Nem hagyjuk! A keretszámok drasztikus csökkentésével és a tandíj megemelésével rengeteg diáknak kell majd hitelt felvennie. Nem fizetünk! A hallgatói szerződések eltörlését, egy komolyan vehető szociális ösztöndíjrendszer és a keretszámok teljes újragondolását. Öregszerzünk! Nagymamám még analfabéta volt. 17 évesen szülte az édesanyám a nővéremet. Aztán kimaradt az iskolából. De valami mégis tovább vitte. Nappal egy koporsógyárban dolgozott, délután a nővéremmel gondoskodott, éjjel pedig az érettségire készült. Valami teljesítmény iránti vágy munkált benne, és édesanyám lett az első diplomás a családunkban. Miközben a kormány elvi szinten hirdeti az esélyegyenlőséget, aközben minden intézkedésével épp a leghátrányosabb helyzetűek elől zárja el a jövőt biztosító oktatást. Nem populista lózongokkal igyekszünk aláásni az átalakítás egyébként szükségszerű gondolatát, mint tette a jelenlegi kormányzópárt még ellenzékben 2008-ban. Olyan oktatáskutató szakemberek bevonásával készítettünk elemzést, akik a felsőoktatás helyzetét nem a parlamenti mosdóban született pletykákból, a fekete állami audi plüssborítású ülésén elkapott félszavakból, hanem tapasztalatból és szakszerűen ismerik. Eszközeink a megalázott, meggyalázott, megelőszakolt jogállamiság még maradék legális eszközei, valamint a polgári engedetlenség békés, erőszakmentes kelléktára. A hallgatói hálózat soha, mondom soha nem fejezi be a küzdelmet, nagyon sok ötletünk és javaslatunk van még. Nem tudunk és nem akarunk elfáradni. Az AI!
Karolékára megyünk hallgatói fórumot tartani. Köszöntelek mindannyiótokat az első hivatalos, nem hivatalos magyar hallgatói fórumon, egyetemfoglaláson, és a többi, és a többi. A részvételi demokráciát fogjuk gyakorolni, és ez egy fantasztikus dolog, és köszi mindannyiótoknak a munkát. Első kérdés, amit itt teszek fel, hogy egyetértetek-e azzal, hogy korszerű, átfogó, tényekre alapozott, rövid és hosszú távra is szakpolitikailag jól megtervezett felsőoktatási reformot szeretnénk. Egyetértek-e azzal, hogy követeljük a felsőoktatási törvény visszavonását, a mögötte álló közpolitikai célokról, elképzelésekről pedig valódi vitát az érintettekkel? Egyetértek-e ezzel? Egyetértetek-e azzal, hogy követeljük a felsőoktatás finanszírozásának visszaterelését a világos, hosszú távon kiszámítható keretek közé? Egyetértetek-e ezzel? Egyetértetek-e azzal, hogy követeljük 2012. szeptemberére a keretszámok visszaállítását és az állami finanszírozás kereteinek fokozatos, előrelátható, érvekkel alátámasztott, az érintettekkel megvitatott kialakítását? Egyetértek ezzel? Itt van a dékán úr. Nagy tisztelője vagyok a véleménynyilvánítás szabadságának. Tudom, hogy a felsőoktatás kérdése egy olyan kérdés, amiről joggal formálnak véleményt egyetemi hallgatók, leendő egyetemi hallgatók és végzett diplomások. De bizonyos szabályok vannak az oktatás, a felsőoktatás és a működés, megfelelő működés biztosítása érdekében. Tehát egy ilyen rendezvényhez bejelentés kell és előzetes engedély kell. Ezt önök elmulasztották megszerezni. Annélkül, hogy a kérdés tartalmi részleteibe bocsátkoznék, a párhuzamot az 1950-es évek diktatúrája és a mai Magyarország között elutasítom. Elutasítom, ezért szeretném önöket arra kérni, hogy észszerűen rövid időn belül fejezzék be a tanácskozásukat. Azaz mondjuk fél hétig hagyják el. Nem hallgatnak meg, hogy nincsenek formai. Hát azt látom, hogy ez aztán igazán lehetőség a nyomásgyakorlásra. A hallgatói önkormányzat kiadott közleményét olvasom fel. A mai napon egyetemünk több mint 370 éve alapvető tevékenységeit, az oktatást és a tudomány művelését zavarták meg illetéktelen. Az ELTE hallgatói önkormányzata. Az ELTE hallgatói önkormányzata elítéli, ha bármilyen csoportosulás a véleményét oly módon szándékozik kifejezni, amellyel társadalmi normákat sért. Az ELTE hallgatói önkormányzata továbbra is demokratikus eszközökkel kíván a magyar felsőoktatás alakításában részt venni. Következésképpen mi nem vagyunk demokratikusak. Ez volt a szolgálati közlemény. Hogy tudjuk, hogy ki kit képvisel. Követeljük a magyar kormánytól, hogy vegye az országgyűlésben napirendre hétfőn ezt a kérdést, és mi hamarabb, legkésőbb kedden. Legkésőbb kedden szavazzon erről. Kiért? Ezzel egyet. Minden egyetemen hallgatói hálózat, és ott és akkor kicsiben és nagyban meg tudjuk beszélni, kicsi és nagy fórumokon. Most éppen elhagyjuk az egyetemet, miután megbeszéltük a javaslatainkat.
Thank you.